Hatalmas uniós keretet használt fel eddig is hazánk, ám a következő években még több jut a fejlesztésekre, mondta Kemecsén az Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár. Vitályos Eszter kiemelte a hivatalosan 2013-ig tartó, de most lezáruló Európai Uniós költségvetési ciklusban körülbelül 660 ezer forint jutott egy lakosra, a mostani 2020-ig tartó időszakban pedig már 712 ezer forintos támogatás juthat majd egy-egy emberre. Az elmúlt 7 éves időszakban 8200 milliárd forint volt az az összeg, amelyből gazdálkodhatott hazánk az uniós források területén. Ez a következő időszakban, ami a tavaly évben kezdődött, ez a 14-20-as programozási időszak, pedig több mint 12000 milliárd forintból tudunk majd gazdálkodni összességében. Ebben benne vannak egyébként a vidékfejlesztési források is, valamint a kötelező tagállami hozzájárulás. Az államtitkár hozzátette, 10 operatív programot már elfogadott az Európai Bizottság, az ezekben megjelenő pályázatok pedig egyszerűsödnek az új költségvetési ciklusban. Ez összes nagyszabású operatív program keretére már megtörténhetnek a pályázati felhívások. Ebben az évben úgy tervezzük, hogy körülbelül 100 pályázati felhívás közel 3000 milliárd forint összegben fog megjelenni. A támogatások igénylésében és a projektekben pedig akár a megyei önkormányzat és a hozzátartozó ügynökség, valamint a fenntartásában lévő cégek is tudnak majd segíteni, mondta a Kemecsei Fórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke. Ebben az évben számos támogatási felhívás meg fog jelenni a TOP forrás keretére, elsőként a turisztikai célú támogatási pályázatok jelennek meg információink szerint, ennek a véleményezése is megtörtént már a megyei önkormányzat részéről. A tágabb értelemben pedig hát nagyon fontos közösségi fejlesztések, illetve gazdasági fejlesztések várhatók a TOP-ból, közösségi szolgáltatás fejlesztés energetikában, óvodai, bölcsődei férőhelyekben, ügyfélszolgálati lehetőségekben, akár önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak, illetve hát a legfontosabb üzenete természetesen is a gazdaságfejlesztés. A Kemecsei Fórumon elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Civil Információs Centrum különböző rendezvényekkel, információs napokon és kiadványokkal is segít a civil szervezeteknek tájékozódni a pályázati lehetőségekről.